Mi Hazánk mozgalom határozottan ellenzi az oltások kötelező vételét a munkahelyeken. Különösen annak fényében, hogy azok esetleges mellékhatásaiért felelősséget senki sem vállal. Rövid ideig úgy tűnhetett, látva az egészségügyi dolgozók jogos felháborodását és a tömeges felmondások kilátásba helyezését, hogy a kormányt sikerül jobb belátásra bírni. Mára azonban eldőlni látszik, hogy az oltási lobby hangja az jóval erősebb, mint a józanészé. Ennek pedig végzetes következményei lehetnek a magyar gazdaságra nézve, mert már így szörnyű állapotban van, köszönhetően a kormány lezárás politikájának. Ha az oltások kötelező vétele miatt megindulnak a tömeges felmondások, akkor nem lesz az a mennyiségű importukrán, amellyel pótolni lehet a kieső magyar munkaerőt. Arról nem is beszélve, hogy az izraeli példából nagyon jól látszik, hogy semmi értelme az oltásokkal való zsarolásnak, hiszen az oltottak ugyanúgy megfertőződnek és ugyanúgy képesek megbetegíteni másokat. Ezzel szemben ott vannak az izlandi adatok, amelyek egyértelműen megmutatják, hogy a delta variánssal megfertőzött embereknek a tünetek azok a legtöbbször nem súlyosabbak, mint egy megfázásé. Tehát semmi okunk a pánikra. Viszont mi a helyzet a vakcinákkal és a hosszú távú mellékhatásokkal? Ezekről az a helyzet, hogy semmit nem tudunk, nem véletlen, hogy valamennyi oltóanyag csak vészhelyzeti engedélyezést kapott. Annak fényében pedig kifejezetten felháborító a kormány felvetése az oltások kötelező vételéről, hogy azokért garanciát senki sem vállal. Se az azokat előállító gyártók, ami nagyon jól szemlélteti, hogy mennyire bíznak a saját termékeikben, se a vakcinákat a társadalomra előltető kormány, sem pedig az azok felvételét megkövetelő munkáltatók. Minden felelősség és minden következmény kizárólag a dolgozót terheli, aki amúgy is kényszerhelyzetben találja magát. Ha nem akarja elveszíteni megélhetését, akkor fel kell vegyen egy kísérleti vakcinát, melynek esetleges mellékhatásaival teljesen egyedül kell megbirkóznia. Az ilyen gyáva és aljas hozzáállást valószínűleg vezetőink még a kommunista időkben a KISZ-ben tanulták és onnan hozták magukkal. Arról nem is beszélve, hogy a vakcinázás nyugaton is elsősorban neoliberális és marxista pártok erőltetik. Nem véletlen, hogy Hazánkban is a Momentum egyik Covid rettegője volt az első, aki felvetette az oltások kötelező vétételének lehetőségét. Jó magam az első között szólaltam fel ez ellen. Igaz, akkor még csak egy neoliberális párttal szemben. Szóval látjuk azonban, hogy a Fidesz képtelen elszakadni liberális gyökereitől, és oltáspolitikáját teljes egészében a Biden-Macron félékhez igazítja. Ebből is kirajzolódni látszik tehát, hogy voltak éppen teljesen mindegy, hogy a balliberális tömb, vagy pedig a Fidesz kormányhoz, hiszen ugyanaz a kéz mozgatja mindkettőt.